nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Új aljegyző Szekszárdon, a cél a közbeszerzések felgyorsítása. Elengedhetetlen a civilek munkája, közösségi régészeti kiállítás nyílt Szekszárdon. Civilek napja, átadták a Tolna megyei önkéntesek szervezeteinek járó elismeréseket. Egymás után fogják el a bűnözőket, rengeteg munkájuk van a Tolna megyei rendőröknek. Új aljegyző segíti a munkát a szekszárdi polgármesteri hivatalban. Dr. Bíró Gyula főként a közbeszerzések felgyorsításáért felel a jövőben. Azt mondja, kihívásként tekint az új megbízására. A legutóbbi közgyűléseken már aktívan részt vett Szekszárd új aljegyzője, de nem csak a nagyteremben, az irodájában is sok időt tölt a Tolnai megyeszékely polgármesteri hivatalában. Korábban dolgozott már a kormányhivatalban, valamint jegyzőként Kisdorogon és Gyönkön. Azt mondja, a mostani megbízására igazi kihívásként tekint. Azt mondhatom, hogy Szekszárd, mint megyejogú város, tehát itt jelentős, mindenben sokkal több van. Pályázatokban például egy 30-35 van folyamatban, akkor a beszerzési szabályzatot, beszerzési tervet most készítjük el, majdnem 50 beszerzés lesz ebben az évben. Dr. Bíró Gyula éppen ezekért a területekért felel Szekszárdon. A jegyző azzal bízta meg, hogy a beszerzési és közbeszerzési feladatokban járt a szakember ezeknek a területeknek a felügyeletét és az irányítását vegye át, valamint a választások tisztaságáért is ő felel majd. Nagyon sok pályázat elindult a korábbi európai ciklusban, viszont a beszerzések kicsit elmaradtak, úgyhogy most igyekszünk ezeket a beszerzéseket minél gyorsabban pótolni. Szekszárd új aljegyzője azt mondja, a célja, hogy a lehető legtöbb közbeszerzés még az idei évben megtörténjen, a fejlesztések ezáltal pedig felpörögjenek. 19.690 új koronavírus megbetegedést igazoltak kedden idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.582.517 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 77 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 41.548 főre emelkedett. 4.341 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 163-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.365.000-en kaptak. Tolna megyében kedden 525 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta 33.013-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Februárban is folytatódnak az oltási akciónapok, amelyek keretében időpontfoglalás nélkül lehet felvenni a koronavírus elleni vakcinát. Ezt György István, a miniszterelnökség államtitkára jelentette be, hozzátéve, hogy az eddigi gyakorlathoz hasonlóan csütörtökön és pénteken délutánonként, valamint szombaton délelőtt 10 és délután 6 óra között várják a lakosságot a kórházi oltópontokon és a járási szakrendelőkben. Január első három hétvégéjén több mint 420.000 oltást adtak be az akció keretében. Továbbra is működik az időpontfoglalásos rendszer is, amellyel a hét bármely napjára lehet időpontot foglalni. Elengedhetetlen a civilek segítsége a régészeti kutatások során, mondta Ódor János, a Vosinszky-Mor megyei múzeum igazgatója új kiállításuk megnyitóján. 850 darab a közösség és az etikus fémkeresősök közreműködésével feltárt tárgyi leletet mutatnak be most megnyílt tematikus tárlatukban. Közösségi régészeti kiállítás nyílt a Vosinszky-Mor megyei múzeumban az évtizedek alatt összegyűjtött leletekből. Ódor János, az intézmény igazgatója úgy fogalmazott, egy nagyon hosszú folyamat betetőzése ez a kiállítás, hiszen a 70-es évektől kezdve folytak olyan ásatások és kutatások, amelyhez a civil szféra is komoly segítséget adott. Az elmúlt 5-6 évben pedig engedélyezték a fémkeresők használatát, aminek segítségével jelentősen megnőtt a leletek száma. Vannak közösségi háttérrel rendelkező terepi kutatásaink, itt is három tárlóban is látható, például a regői vaskori halomnak az ásatása volt ilyen, vagy Decs-Ete mezővárosi kutatása volt ilyen, vagy az elmúlt években Kisszékely középkori plébánia templom kutatása volt ilyen, de a kiállításnak a nagyobb részét ez az elmúlt évek fémkeresős kutatási anyaga teszi ki. Ezzel a módszerrel több tízezer tárgy érkezett a múzeumba a megyek különböző területeiről, melyből most 850 darabot állítottak ki.
Rácz Tibor Ákos, a Közösségi Régészeti Egyesület elnöke elmondta, ugyan mindig volt kapcsolat az elhivatott civilek és a múzeum között. A közösségi régészet fogalma még viszonylag új, és Tolna megye az egyike azon területeknek, ahol él ez a közösség. Egyre inkább azt látjuk, hogy a múzeumokat és egyáltalán az egész régész szakmát ezt tudja leginkább megújítani. Tehát sok szempontból megújításra szorul ez a tudományterület, nagyon sok szempontból ugye forrásszegény, és rászorul, mint ahogy a múzeumok mindig is rászorultak a civileknek a segítségére. És itt egy olyan típusú friss kezdeményezésről van szó, amiben egyre több és több új energia szabadul föl. A kezdeményezés része, hogy oktatást szervezzenek azoknak, akik érdekeltek a régészeti kutatásban, és integrálják a fémkeresős feltárásokat is országszerte. Minden év február 1-én ünnepeljük a civilek napját idehaza. Az eseményről elsőként 1998-ban emlékeztek meg. A kezdeményezés arra hívja fel a figyelmet, hogy a civilek felelősségvállalása, társadalmi munkája jelenléte teheti jobbá az élet számos területét. A Tolna megyei önkormányzat ezen a napon jutalmazza a megye legjobban működő szervezeteit. A Tolna megyei önkormányzat 2007 óta minden esztendőben elismeri a kiemelkedő teljesítményt nyújtó civil szervezeteket, valamint a működésüket segítő vállalkozásokat, magánszemélyeket. Az elmúlt 15 évben 50 közösség és 15 mecénás vehette át a megyei önkormányzat elismerését. Az idei rendezvény díszvendége Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. A civilektől szólva azt mondta, tevékenységükkel számos olyan űrt töltenek be, melyet az államgépezet nem képes ellátni. Az önkormányzatok, illetve az állami szféra, maga a kormány is ezeket a szervezeteket évről évre elismeri. Tolna megyében az megyei önkormányzattal együtt 110 önkormányzat működik, és én azt gondolom, hogy ezek az önkormányzatok mindenképpen hozzájárulnak ahhoz, hogy ezeket a szervezeteket segítsék. Fehérvári Tamás a megyei közgyűlés elnöke arról szólt, megszámlálhatatlan értéke van Tolna megyének, melyek a civilek munkájának köszönhetően működik, a karitatív tevékenységtől a kulturális értékek megőrzéséig széles a paletta. Nélkülük nem lenne itt a megyében semmi. Nagyon sok segítséget nyújtanak a szervezett programokhoz, akár pénzügyi vonalról, akár társadalmi vonalról, akár szellemileg, akár lelkesedésből. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon aktívak és nagyon tehetségesek, és nagyon sokat tesznek a megye különböző területein, csoportokért, egyénekért, hátrányos helyzetűekért. Sorolhatnám órákig, hogy milyen területeket képesek fölkarolni, és olyan területeket alapvetően, amelyekre nekünk már nincs rálátásunk, vagy anyagilag, vagy pedig azért, mert egyáltalán nem tudjuk fölölelni ezt a picike megyét is. Az idei esztendőben díjat vehetett át a Györkönyi Hagyományőrző Egyesület, a Lengyeli Óvoda és Néprajzi Gyűjteményért Alapítvány és a Dunaföldvári Dunatúra Egyesület. Ezek így mind-mind egy plusz erőt adnak ahhoz, hogy na, találjunk még ki valamit, csináljunk még, tegyünk valamit, akár a városunkért, akár a tágabb környezetünkért. A Bazsonyi Arany mecénás díjat ebben az esztendőben Szabó Balázs, az egyik legnagyobb magyarországi kereskedelmi bolthálózat szekszárdi igazgatója vehette át. Egymás után fogják el a rendőrök Tolna megyében az olyan bűnözőket, akiket köröznek, vagy már börtönbe kellett volna vonulniuk. Csak az elmúlt napokban is számos ilyen eset történt. Itt Szekszárdon fogták el az egyik már régóta keresett férfit a rendőrök. Egy rutin ellenőrzés során állították meg a kocsiját, ekkor derült ki, hogy korábban már eltiltották a vezetéstől. Ezért őt előállították a rendőrkapitányságra, és gyanúsítottként hallgatták ki az által elkövetett bűncselekmény miatt. De nem ez volt az egyetlen hasonló eset, csak hétfőn 5 embert kellett előállítaniuk a rendőröknek Tolna megyében. Ezek mellett egy férfit a börtönbe is be kellett vinniük, mert ő bár kötelezve lett, mégsem vonult be. További 2 személyt fogtak el, akik szintén bűncselekmény elkövetésével gyanúsíthatóak, illetve ők közülük volt 2 olyan személy is, aki nem fizette meg a részére kiszabott bírságot, ezért őket szintén fogdába szállították. További 2 férfit pedig eltiltás hatálya alatt vezetés miatt állítottak elő, közülük az egyik ráadásul egy olyan kocsit használt, aminek egyik papírja sem volt rendben. 2,5 milliárd forint értékben új munkaruhákat kapnak az Országos Mentőszolgálat kivonuló munkatársai, jelentette be az Emberi Erőforrások minisztere.
Kásler Miklós elmondta, a beszerzés 84.925 ruhadarabot jelent, és tartalmazza a téli és a nyári öltözetet is. A mentőszolgálat új munkaruháinak bélelt kabát, nadrág, hosszú és rövidújú póló, deréköv, térdvédő protektor gyártásánál figyelembe vették a munkatársak előzetes igényeit is. A miniszter kitért arra, hogy 2017-ben 1,1 milliárd forint értékben kaptak korszerű munkaruhákat a mentősök, 2018-tól 21 mentőállomás felújítása, illetve újak építése történt meg. 2010 és 2020 között 995 mentőautót cseréltek le, valamint 2019-ben több mint 2 milliárd forintból biztosította a kormány nagyértékű mentéstechnikai eszközök, műszerek beszerzését a mentőszolgálat számára. Mostanra több mint 300 darabos gyűjteménnyel rendelkezik a Szekszárdi Társasjáték Klub két alapító tagja. Most első alkalommal tartottak nyilvános klubfoglalkozást a helyi Babits Mihály Kulturális Központban, amire sokan el is mentek. A terv az, hogy márciusban és áprilisban is ugyanilyen ingyenes programokat szerveznek majd a társasjáték kedvelőinek. Mostanában eléggé fölkapott társasjáték típus, ez a fogom és írom kategória, de nem csak dobókockákkal, kártyákkal is vannak mindenféle verziók. Volt, aki saját fejlesztésű díjnyertes játékkal érkezett a most megtartott klubfoglalkozásra. Bíró Attila imádja a társasjátékokat, mostanra pedig már többet saját maga dolgozott ki. A fiatal férfi azt mondja, ez egyfajta szenvedélyévé vált az évek alatt. Már ilyen játékműsorokat akartam gyerekkoromban, már a tévében megtetszett ez a történet, hogy én valami újat akarok, valami szórakoztatót az embereknek, és akkor így ebből jött az, hogy akkor jó társasjáték van, de akkor mi van, hogyha én is megpróbálnék egy ilyet. Szekszárdi Társasjáték Klub már 10 éve megalakult, miután egy pár úgy döntött, újsághirdetésben keresnek olyanokat, akik szívesen kipróbálnának velük különböző ilyen eszközöket. Már az első találkozón is meglepően sokan, közel 20-an jelentek meg, azóta pedig rendszeresen tartanak klubfoglalkozásokat, és az évek alatt több száz darabos gyűjteményre tettek szert. A klub létrejöttekor mi ketten tettük bele csak a magunk játékait, ami már közel ilyen 300 körüli a játékgyűjteményünk per fő, és azt minden alkalomra elhoztuk, és ezzel ötletet adtunk másoknak is. És most már úgy tűnik, hogy annyian szeretnek játszani, hogy mindenki hozza a magáét. A klub foglalkozásainak mostantól a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ ad otthont, így az előre meghirdetett alkalmakon bárki ingyenesen részt vehet, ha szeretne társasjátékozni, vagy efféle szórakoztató eszközökkel megismerkedni. Társasjátékozni egy igazi közösségi élmény, összehozza a barátokat, új ismerettségekre, új barátokra lehet szert tenni, és azért a mai társasjátékok azok kicsit olyanok, mint a 21. század, komplexebbek. A Szekszárdi Társasjátékklub tagjainak következő találkozóira március 12-én és április 19-én délelőtt 10 órától este 10 óráig a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban kerül sor. Regionális híreink következnek. Minden nap járják az utcákat, cél a helyi plébániai közösség megismertetése a lakossággal. Minden a macikról szólt, a játékos interaktív ismeretterjesztő nap már hagyomány az óvodában. Ikerborjak születtek, a bocik mesterségesen fogantak, de természetes úton jöttek a világra. A Schönstatti mozgalomhoz tartozó fiatalok érkeztek Kozár Mislenybe, a városmissziós hetet, Éleszt őnek nevezték el, céljuk, hogy a település lakosságát felszólítsák és megismertessék velük a helyi plébániai közösséget. A fiatalok február 6-áig minden nap járják az utcákat és ismerkednek a kozármislenyiekkel, esténként pedig közös imával és tematikus, gondolatébresztő beszélgetésekkel várják a lakosságot az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérek templomában. A Schönstatti mozgalom célja, hogy a katolikus egyházat és közösségeit közelebb hozza a lakossághoz. Magyarországi tagjai indítottak missziós programot élesztő elnevezéssel. Az ömében egyetemista fiatalok célja, hogy közösségi alkalmakon keresztül kopogtassanak az adott település lakóinak ajtaján. Ezúttal Kozár Mislenyben. Mi az országnak elég sok pontjáról érkeztünk, van köztünk zalamegyei, budapesti, én Balatonfelvidék vagyok például. A Schönstatt mozgalom pedig egy 1914-ben alapított katolikus mozgalom, Németországból származik, a jön évből is lehet hallani,
és mi pedig a Fiú Mozgalmi Ág képviselői vagyunk, illetve van velünk egy atya és egy szeminarista kispap, akit várhatóan nagyjából 5 év múlva fognak pappá szentelni. A közelmúltban sok kisgyermekes család költözött Kozármislenybe. Az egyhetes városmisszió során a fiatalok leginkább őket szeretnék megszólítani, hogy ismerjék meg a helyi plébániai közösséget. Az egyik este fiatalokról, a másik idősekről, az egyik este házaspárokról, a másik egyedülállókról szól, és nekik szól arról, hogy az ő életükben a bizalom az Isten iránti, meg egymás iránti szeretet hogyan tud jelen lenni. És nagyon jó, kedves előadóink vannak, akiknek a gondolatébresztője nyomán utána egymással is megbeszélhetjük ezeket. A fiatalok január 31-e és február 6-a között egész nap járják az utcákat és ismerkednek a kozármislenyiekkel, de minden este 6 órától közös imára és tematikus beszélgetésekre várják az érdeklődőket az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérek templomában. Kiállítással, énekekkel és bemutatókkal készültek a kaposvári Petőfi utcai óvoda kicsinyei a macis napra. Az intézmény minden évben megrendezi ezt a tevékeny, néphagyományokkal színesített délelőttöt. Írd meg, törd a medve, nincsen neki jó kedve. Ebben a csoportban még egy fákkal körülvett barlangot is építettek a gyerekek. Mivel a medve meglátta az árnyékát, azonnal vissza is bújt és elaludt. A picik sok mindent megtanultak már a macikról. A panda maci bambuszt teszik, a barna medve pedig zöldséget, meg sok mézet. Míg az egyik csoport a pandákról, egy másik a jeges medvékről tanult. Halakat teszik, és fehér a bundája, és élesek a karmai. A csoportok játszóházban vehettek részt, és egy macis bemutatót is megnézhettek. Jéges lett a maszkó, csopantott egyet. A Petőfi óvodában minden évben megrendezik ezt a macis napot, hogy a gyerekek ismereteit játékos módon fejlesszék. A téli világ, a téli tapasztalatok feldolgozásának, a macik életformájának, a medvék jellemzőinek a megtapasztalása a gyerekek számára és az azzal kapcsolatos ismereteknek a kibontakoztatása az egy nagyon érdekes és nagyon kedvelt témakör az óvodába. Az intézményben ma egy kiállítás is megnyílt a gyermekek mackós rajzaiból. Ikerborjak születtek a napokban a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári kampuszának Szarvasmarha telepén. A kicsik mesterséges megtermékenyítéssel fogantak, egészségesek és hagyományos úton segítség nélkül jöttek világra. A nemük mellett a súlyuk is megkülönbözteti egymástól, a kaposvári kampusz telepén közelmúltban napvilágot látott legifjabb a magyar tarka ikerborjakat. Körülbelül 30 kilóval születtek, így mintegy 10 kilóval kisebbek, még jelenleg átlagos társaiknál. Az újszülött bocik szinte percre pontosan megérzik az etetés idejét. Ő a hatosa a Mika, a hetes pedig az üszélborjú. Látszik, hogy egyedi borjúkerteszekben vannak elhelyezve ezek a borjak. Azért van ez így, mert ugye születés után nagyon fontos a föstejítatás, tehát 1-3 órán belül a föstejet meg kell, hogy kapják ezek a borjak, és egy ilyen egyedi kertészben ugye külön minden borjú oda lehet figyelni, és minden borjú külön megkapja a számára a megfelelő adagot. Kezdetben 3, majd egy hetes korban 5 liter folyadékot kapnak naponta kétszer, pont annyit, amennyi a fejlődésükhöz szükséges. Ezután fokozatosan csökkentik a tej mennyiségét, végül áttérnek a vízre és a takarmányra. Igaz, 1-2 nap kell nekik, mire megtanulnak vödörből inni. Az újszülött ikrek komplikációk nélkül jöttek világra, anyuknak ez volt a második ellése. A gondozók sejtették, hogy rendhagyó vemhességről lehet szó, ezért különösen odafigyeltek rá. A megbetegedések elkerülése érdekében egy hónapos korukig maradnak a kisborjak a kedrecekben, utána csoportos borjónevelőbe kerülnek, hogy szocializálódjanak. Ezek a borjak maguktól megszülettek, tehát emberi segítség nem kellett nekik, ők maguktól meglettek.
az ellés után ugye ezek a borjak, mikor megszületnek, fertőtlenítve van a köldökük. A tehén az ellését, azt egy külön ellető boxban történik meg az ellés, egy kifertőtlenített, frissen bealmolt helyen. Itt az anya egyedül van a borjaival. A borjakat ugye ilyenkor a tehén letisztogatja, fölnyalja, kialakul közöttük valamiféle kapcsolat, ő tudja, hogy ki a borja és kivel kell foglalkozni. Ugye ha kettő van, akkor a tehének sem egyszerű a helyzet, hogy mind a két borjút ezt megfelelően el tudja látni. És ugye mi ilyenkor segítünk a tehénnek. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszának Szaros Marha telepén kiemelt hangsúlyt fektetnek az állatjólétre. Többek között ennek is köszönhető, hogy egyre másra születnek az egészséges borjak. Az előkészítő istállóban jelenleg 6 tehén ellését várják. Ugye a telepen mesterséges termékenyítés zajlik. Ki tudjuk számolni, hogy az átlagos vemességidő 285 nap, tehát a termékenyítéstől számítva meg tudjuk mondani, hogy mikor várható az ellés. Ez nyilván eltérő lehet, tehát 5-10 nap tólik határól ez behatárolható, és ide felhúzzuk 3 héttel, tehát az ellés előtt a teheneket. Itt külön takarmányozást kapnak, ahol már készítjük fel őket a várható ellésre és az induló laktációra, tehát a tejtermelés időszakára. Évente átlagosan 100 születés történik itt, ezek közül 8-10-re tehető az ikervemhességek száma. Hármas ikrek például 2 évvel ezelőtt láttak utoljára napvilágot. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Új aljegyző Szekszárdon, a cél a közbeszerzések felgyorsítása. Elengedhetetlen a civilek munkája, közösségi régészeti kiállítás nyílt Szekszárdon. Civilek napja, átadták a Tolna megyei önkéntesek szervezeteinek járó elismeréseket. Egymás után fogják el a bűnözőket, rengeteg munkájuk van a Tolna megyei rendőröknek. Csütörtökön távozó hidegfront alakítja az időjárást, majd körülbelül fél napig frontmentes idő várható. Délelőtt nagyobb részt napos idő lesz, jellemző mérsékelt felhősödésekkel. Délutántól vastagodó felhőzet sokasodik megyénk fölött nyugat felől. Számottevő csapadék nem valószínű. Legyengül a légmozgás, éjszaka változó, megvastagodó, majd csökkenő felhőzet várható. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!